Sima győzelmet, sima vereség követett a Székelyudvarhelyi kézilabdaklub számára. A bukaresti csészémé elleni jó formából semmi nem maradt Temesváron a elleni mérkőzésre. A találkozót a temesváriak kezdték jobban, és hamar jelentős előnyre tettek szert. Az SKC megpróbált kapaszkodni, sőt a második félidő elején egyenlített is 13-ra, ezt követően azonban a Poli Zsinórban dobta a gólokat. A végére 32-25 lett az eredmény a temesváriak javára. Az SKC, amely a vereség következtében visszacsúszott az ötödik helyre, csütörtökön a Jászvásári Polit fogadja. Több újdonságról számolt be a Csíkszeredai Sportklub hoki csapata. Egyrészt meghiúsult Piotr Csaszlivi prágai szerződése, aki így mégis Csíkszeredában folytatja. Távozik viszont a szlovák Ondrej Rusnák és hazatér Galacról Flinta Botond, aki helyett Orbán Szilárdot adták kölcsön a galaciaknak. Továbbá János Imre befejezi aktív sportpálya futását. Olimpiai kvótákért küzdenek a romániai női sílövők a hamarosan kezdődő idényben. Márton Simon mesteredző szerint az esélyesek között van Tófalvi Éva és Márton Enikő is. November 24-én rajtol a biatlon idény, amelynek első világkupa állomása a svédországi Östersund lesz. Ebben az idényben a sorozat tétje a Pjongcsangi olimpiai részvétel. A fennmaradó kvótákra a romániai versenyzők is pályáznak, míg a férfiaknál már biztosan lesz romániai résztvevő az olimpián, a nőknél még senki sem szerzett kvótát. Pillanatnyilag 5 fiú van kijutva az olimpiára, ami biztos, az 8-ból lesz kiválasztva, ott köztük van Gegőhonor is, a lányoknál viszont van, maximálisan két lány juthat ki, azért egészen január 21-ig tart a, a, a válogatás, úgyhogy az nem lesz könnyű. A mesteredző hozzátette, nyár óta készülnek az olimpiai idényre, voltak Gletscheren is, most pedig Norvégiában edzenek, abban bízva, hogy a romániai biatlon jelen lesz a nők versenyén is a Pyeongchangi téli játékokon. A részvételi jog kivívására a legnagyobb esélyesként Tófalvi Évát tartják számon, akinek ez lehetne a hatodik olimpiája, de mellette esélyes a részvételre Luminica Piskorán és Márton Enikő is.